Iskolásokkal és szüleikkel tehet meg szerda délután a Nyíregyházi Egyetem előadója. A közös a fiatalokban, hogy érdeklődnek a honvédelem iránt. Azt a kollégiumot mutatták be nekik a Honvédelmi Minisztérium munkatársai, amely ősszel indul el a Szabolcsi megye székhelyen, a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program keretén belül. Egy olyan speciális bennlakásos forma, ahol a gyerekek megismerik a hazaszeretet, hazafiasságot, honvédelmi nevelésben, honvédelmi programokon vesznek részt, a mindennapjaikkal, szabadidős programjaikkal jelentős mértékben kapcsolódnak a magyar honvédség kultúrájához, megismerik a magyar honvédség történelmét, működését, megismerik a magyar hadtörténelmet, de összességében ez a kollégium döntően igazából olyan, mint minden más kollégium, ahol tanulni kell, készülni kell, szobát rendben rakni. A Honvéd Kollégium a magyar hadtörténelem 150 éve létező nevelési formája. Több ilyen működött a két világháború között és a második után, valamint később a 80-as években. A 2000-es években aztán bezárták az utolsót is. Ezt követően 2013-ban nyílt meg Debrecenben a Kratokvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium, aminek kollégiumi része a közeljövőben több hazai nagyvárosban is megnyitja kapuit. Nyíregyházán az egyetemi kollégiumban alakítják ki, a csatlakozó fiatalok pedig a város bármely középiskolájába járhatnak. Itt az iskolai tanórákat követően délután vehetnek részt különféle programokon, majd az éjszakát is ott töltik. Annak, akit felvesznek, később nem kötelező katonának lennie. A közösség szolgálatának fontosságát azonban minden résztvevőben szeretnék tudatosítani, hogy felelős magyar hazaszerető állampolgárok váljanak belőlük. Az ember kettő dolgot áldozhat, igazából önmagából, a közösségért, a vérét és az idejét. Az a közösség szolgálata, amelyben természetesen benne van a közösség védelme, mint honvédelem, de benne van az egymás segítése. Az is egy közösségi munka, ha oktatásban veszünk részt, az is egy közösségi munka, a közért való munka, hogyha a szociális ellátórendszerben támogatjuk az elesetteket, a rászorulókat. Elsősorban azokat a szeptembertől 9-es fiatalokat várják, lányokat és fiúkat egyaránt, akik szeretik a kihívásokat és az egyenruhákat. Noha tanórai oktatásra nem kell számítaniuk, korrepetálásban, tehetséggondozásban is, emelt szintű angol nyelvi képzésben részt vehetnek majd a 4 éves kollégiumban. Jelentkezni már a nyílt napon is lehetett, de azt a folytatásban bárki megteheti a kratokvil.hu honlapról letölthető éven keresztül.